Jó, sziasztok, Kereszti Zsolt vagyok. Egy legutóbbi hullásról, meteorit hullásról, a Ribeki meteorit hullásról szeretnék pár szót, hát annál többet ejteni. Ez per pillanat a világ legfrissebb meteorit hullása, nincs tudomásunk újabb meteoritról azóta. Úgyhogy frissességét és magyar vonatkozását tekintve is mindenképpen unikális dolog. Az elején lesz egy száraz, ilyen alapfogalom tisztázó dolog. Ezt megpörgetem, mert nem erről szól az előadás. Ez minden előadásom elejére beteszem egyébként, mert nagyon sokan nem tudják azt egyáltalán, hogy mi az, hogy meteorit. Ugye biztos az, ami fentről az égből esik, és akkor leesik a földre. Hát így volt régen, de ugye 2017-től ez megváltozott, mert az IAU-nak volt egy prágai konferenciára, ahol azt mondták, hogy a meteorit minden olyan szilárd, természetes szilárd objektum vagy test, amely egy gáznemű atmoszférában túlélte a meteorfázist anélkül, hogy teljesen elpárolgott volna. Ugye régebben ugye az a meteor, aminek az anyaga felszíntér. Most már ez nem így van. Föltennék egy érdekes kérdést, olvashatjátok közben, nem akarom az egészet elmondani, mert nem erről szól az előadás még egyszer, hogy föltennék egy érdekes kérdést, hogyha Holdra leesik egy meteorit, beérkezik egy kőzet, az meteorit? Így van, nem, mert kell hozzá atmoszféra. Így van. Belecsapódik egy valami az International Space Stationbe, az űrállomásba. Az sem az. Az Elon Musknak az űrhajója az visszaesik a Földre. Az se az, mert természetes testnek kell lenni. Tehát több ilyen hülyeség van, de mindegy. Lényeg az, hogy például a Holdon, a Holdba csapódó testek, azok holdi törmelékek. Érdekes. Ugye mindenképpen kell atmoszféra. Tehát ilyen alapon, ahol, amiről tudunk meteoritról, az a Mars. Mert a Marson lévő szondáink, illetve hát ugye felszíni laborjaink, ők már találtak nem is egy meteoritot a Mars felszínén. Jó? Na. A tűzgömb és egyéb dolog, azt nyilván itt biztos tudják a jelenlévő amatőr csillagászok, hogy mik ezek. Ugye a tűzgömb a legnagyobb fényességű bolygó, legnagyobb fényességét meghaladó meteor. Ugye mínusz 4 magnitúdot szoktak mondani, de ez nem igaz, mert a Vénusz az valamikor fényesebb. Úgyhogy... Igen, tehát a legfényesebb bolygó legnagyobb fényességét meghaladó meteor. Ez a pontos. Igen, bolida, az meg ugye olyan tűzgömb, ami hanghatással, robbanással, hangrobbanással jár. Akkor van ugye a szuperbolida, mi ezekre pályázunk meteoritosok. Ugye ezek a minusz 17 magnitúdó fényességét elérő bolidák. Itt ugye a 100 kilométerről vett abszolút fényességet értik ez alatt. Jó, menjünk tovább. Van egy ilyen kis érdekesség, hogy mi a meteor, a meteorit, meg a tűzgömb, meg az egyek, meg a kisbolygó. Ja, még van egy olyan fontos dolog, hogy a meteoroid ugye az a test, ami a világűrben közlekedik, de még nem esett le sehova. Ha ez egy méter alatt van, akkor meteoroid, ha egy méter fölött van, akkor meg aszteroida. Tehát ilyen alapon a Chelyabinsky 14 méteres test, ami 2013-ban csapódott be, a maga tizenvalány méterével, az már aszteroida. Csak egy érdekesség. Menjünk tovább. Néhány alapfogalom tisztázásra váró dolog. Honnan jönnek ezek a meteoritok? Ugye a nagy részük a Mars és a Jupiter közötti fő aszteroida övből érkezik, kivéve a Marsról és a Holdról érkező meteoritokat, mert ugye konkrétan tudjuk, hogy honnan jött. Jó, úgyhogy nagyon várjuk az üstökösökről érkező meteoritokat, de még egyetlen megerősített ilyen nincs. Jelöltek vannak, de még igazából nem nagyon tudunk üstökösből származó meteoritot. Ennek egyszerűen az az oka, hogy rendkívül porózus az anyag, és hát nem nagyon élik ezek túl itt a földi nedvességet, hiszen ezek vákumba keringenek évmilliárdokig. Milyen idősek? Hát ugye itt tisztázni kell, hogy mire gondolunk. Ugye van az úgynevezett összeállási kor, amikor tulajdonképpen az anyagok szilárd fázis kapott. Ez egy olyan 4,56-4,6 milliárd év. A holdiaknál ez valamivel rövidebb, marsiaknál nagyjából 4,5 és 200 millió. A kozmikus kitettségi idő, ez egy nagyon fontos a meteoritoknál, ez az az idő, amikor két test ütközött mondjuk a fő aszteroida övbe, fölnyíltak, és az egyik darab mondjuk elindult a Föld felé. Tehát ettől az ütközéstől számított hullásig számítandó idő, az úgynevezett kozmikus kitettségi idő, ugyanis ekkor a naprendszerben a nap ezeket a testeket elég jól bombázza mindenféle ionokkal, meg mindenféle anyaggal, és ugye itt más dolgok keletkeznek bennük, mint egyébként, más izotópok.
A földi hullási kor az meg ugye amióta lehullott és a megtalálás között eltelt idő. Hát itt a Ribeki meteorit hullásnál ez néhány nap. De van olyan meteorit, aminél 1 millió év. Tehát például a svéd Bunyolista meteorit, aminél egy párszor már átgyalogolt a jégkorszak, és ma olyan 3-4 méter mélyen vannak, azok, az egy 1 millió éves hullás. Az azért szúzós. Jó. Milyen típusaik vannak? Hát régen ugye a kőmeteoritokat, vasmeteoritokat, illetve kettő keverékét, a kővasmeteoritokat említették. A százalékok úgy vannak nagyjából a szemtanús hullásokra vetítve, hogy a vasmeteorit az összesen 4,5%, a kővasmeteorit, a keverékmeteorit az 1%, az összes többi kőmeteorit. Tehát azt lehet mondani, ami hullik, az nagy valószínűség szerint kőmeteorit lesz. Na ez volt régen. 1974-től azonban megváltozott minden. G.T. Wasson, egy amerikai kutató, planetológus, egy olyan rendszert hozott létre, ami már közelebb áll a csillagászati és az eredet kérdéséhez, mint csupán egyszerűen csak az anyagot írja le. Ezért azt mondta, hogy voltak olyan égitestek, ami ma már nem biztos, sőt biztos, hogy nem létező égitestek, amiknek az anyaga nem olvadt meg, vagy csak részlegesen olvadt meg korábban, meg voltak olyanok, amiknek az anyaga teljesen elolvadt. Méretileg a teljesen elolvadtak, amiket differenciált égitesteknek és az ebből származó meteoritokat differenciált meteoritoknak nevezzük, de méretileg van 1000 kilométeresek. Lehettek néhány tucat volt belőlük, 1-2 tucat volt belőlük a naprendszer hajnalán. Azok, amelyek ugye nem, vagy részlegesen megolvadtak, azok pedig ilyen 350 kilométertől olyan 200-300 méterig terjedtek. De miért olvadnak? Azért olvadnak, mert igazából korábbi szupernova robbanásokból alumínium 26 és vas 60 rádióaktív fűtőizotópokat, rövidfelezési idejű fűtőizotópokat tartalmaznak. Nyilván a nagyobban több van, a kisebben meg kevesebb. Amiben több van, az jobban felmelegszik, az ott esetben több ezer Celsius fokra. Esetünkben majd a differenciált meteoritok lesznek az izgalmasak, az 1000 kilométeresek. Itt belül egy vasmag található, itt egy magmatikus köpeny, kettő között vannak ugye a kővas meteoritok keverékként, és van egy kéreg. Ez nagyjából 1000 kilométer az átmérő. Ez teljesen átolvadt. A Ribek meteorit az egy ilyen aszteroidából származik. Menjünk tovább. Hullás szempontjából megkülönböztetünk szemtanús, megerősített hullást. Éppen most néztem a Meteoritica Bulletint, ugye, amely nyilván tartja a meteoritokat, ez 73.700 darab meteoritot tartalmaz, nem keveset, de ebből mindössze 1300 az olyan, amit valaki látott, vagy leírt, lefilmezett, leverselt, lefestett, mit tudom én. Tehát dokumentum van róla, ezek a szemtanús hullású meteoritok, de nagyon kevés van. És mennyi van olyan, ami előrejelzett becsapódású aszteroidából származik, ugye ami a mostani meteoritunk. Itt még ez régi szám, amit odaírtam, ugye már egyen nőtt a számok. 4 darab van ilyen. 4, ez nagyon ritka dolog. Ugye erről szól az először előadás, hogy ez miért ritka? Hát ezért. Azért, mert 73.700-ból biztosan 4 darab ilyen van. Melyek a leggyakoribb típusok a szemtanús hullásúaknál? Hát azt lehet mondani, hogy kőmeteorit mindegyik, de ezen belül ugye a konditok azok vezetnek. A konditok azok a differenciált latlan meteoritok, amelyekben apró pár milliméteres ásványi üvegcseppecskéket találunk, a kondrumokat, ami a görög kondrosz magocska szóból származik. Ez a naprendszernek az ősanyagához rendkívül hasonlóak ezek a kis ásványi cseppecskék, majd eladáson kívül beszéltünk róla. Jó, mindegy, menjünk tovább. Mi történik hullás közben? Ugye nagyon sokan nem tudják, hogy milyen egy meteorit hullás, igazából zárójelben hozzáteszem, igazából a szakemberek se tudják, csak ugye sejtik a modellek alapján, mi történik közben, de az átlagember még ennyit se fakít hozzá, ami nem baj, de most helyre tesszük. Ugye a világűr vákumából érkeznek ezek, milliárd évekig keringenek ott kint a fő aszteroida övben, egyszer csak elindulnak a Föld felé, sebességük nagyjából 10 és 70 km per másodperc közötti szokott lenni, mi nagyjából olyan 15 és 30 km másodperc közöttiekkel számolunk, ilyeneket látunk. Jó, ezek jönnek, és akkor 500 km magasságban már ugye nagyon ritka a mi légkörünk, de ehhez a sebességhez képest ő már 1-2 Celsius fokkal tudja magát úgynevezve előfűteni a felszínét. És ahogy jön beljebb, előbb-utóbb meteor lesz belőle, tehát ilyen 150 km körül magasságon ugye már annyira sűrűnek érzi ekkora sebességnél a földi légkört, hogy fejlesz maga körül egy izzó plazma csatornát, ugye, és elkezd meteorként funkcionálni. Nagyjából egy ilyen fantázirajz mutatja ezt. Ugye ez egy kísérlet, ez egy lefilmezett kísérlet, hogy mi történik a hullás közben. Nagyon érdekes, hogyha megfigyelitek, hogy itt nem ér hozzá a plazma csatorna
meteortesthez. Ott van egy pár centiméteres vákum. Ez nagyon érdekes dolog, mert maga a forró izzócsatorna nem ér hozzá a testhez. Jó, menjünk tovább. Ugye több ezer Celsius fokos nyilván, mert különben nem lenne plazmacsatorna, és ennek a hatása ekkora sebességnél csupán a testnek a felszínét tudja megkarcolni egy picit. Az olvad meg. De mikor megolvad, az azonnal leválik. Ezért nem tud melegedni. Ez hatalmas tévedés, hogy a meteorit az meleg. Nem meleg. Ez űrhideg. Az mínusz 200 valány Celsius fokos. Azért nem tud melegedni, mert azonnal lemegy róla. És akkor felmelegszik, lemegy róla, felmelegszik, ez megy végig. Mennyi egy tűzgömb? 4-5 másodperc? Ez 4-5 másodperc alatt zajlik le, hogy az anyagának a 99%-át elveszti. Vagy még többet. Ezt hívjuk ablációnak, ezt a rendkívül intenzív folyamatot. A belső rész egyáltalán vagy minimálisan melegszik. Talán vasmeteoritoknál, vagy olyan speciális geometriánál, de nem olyan speciális geometriánál, amit a kaposvüredi papája játszott itt velünk 92-ben, hogy bejött a meteorit, elolvasztotta ezért a ruhaszárító alumínium drótot, kettévágta a fenyőfa tetejét, és ízott, mert minden utána leesett, csinált egy 3 méteres gödröt, kijött a pap, megpiszkálta ezével, ásóval, hozzáragadta a meteorithoz az ásó, aztán nagy nehezen kipiszkálta, betette egy vödörvízbe, és azonnal elpárogtatta a vödörvizet. Aki ezt először hallotta és ért meteoritokhoz, azt mondja, ez egy oltári hazugság. És az is volt. Úgyhogy a kaposvüredi meteorit esete, mint magyar vasmeteorit hullás esete, az rövid életet élt. Nem ez volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy eltén kutató, nagyon komoly ásványosok, ez egy-egyben benyalták ezt a történetet. És leírták a meteoritot, ami egy vásárolt, úgy néz ki, egy vásárolt, nem egy Gibeon meteorit volt, csak eladta a papa sztorit. De hagyjuk, nem ezért vagyunk itt. Jó? Mi történik a felülettel? Hát gyönyörű szép folyásnyomos lesz, kúpos orientált. A kúpos orientált meteoritnak az árszorzója 100-szoros, tehát ezt szeretném mondani. Körülbelül a megtalálási valószínűsége is ilyen, tehát alig találunk ilyen típusú meteoritokat. Itt két exakt, nagyon szép példa látszódik. Jó, akkor ugye létezik olyan, amikor bukdácsol hullás közben, és akkor ilyen mintha a gyurmába benyomkodnánk a kezünket, ilyen kisebb, apró gödröcskék keletkeznek rajta, ez szaknyelven a regmagliptek, folyásnyomos, orientált meteorit a jobb oldali képen, tehát mindenike más lesz. A bal alsó az a korona ékszerünk, az 1857-ben hullott kabai meteorit egyébként. Jó. Na, és akkor egy idő után ez a meteoritra ható, egyre jobban sűrűsödő légkör egy rendkívül intenzív és erős stressznyomást fejt ki a testre. Előbb-utóbb nem tud ellenállni az anyaga ennek a stressznyomásnak, és szétvetődik, robbanás következik be, és többszörű robbanás is lehet, itt is egyébként az volt a német hullásnál, és az energia miszlikre megy, több ezer darabra, azonnal az utolsó pillanatban rádermedő, vagy utolsó pillanatban keletkező olvadási kéreg rádermed a meteoritra, és egy nagyon szép, általában sötét színű, fekete barnás, tehát minden ilyen színekben pompázó, úgynevezett olvadási kéreg jön létre, és identől kezdve fényét vesztve, már csak parabola pályán, a szelek által befolyásolva hullik a felszín felé. Mennyi a becsapódási sebesség? Hát a kicsiknek alig 100-200 km/h, nagyobb testek azok a 500 km/h-val. Na de hogy kezdte az életét? Hát mondjuk 30 km/másodperccel. És mindez 5 másodperc alatt zajlott le az ekkora fékeződés. A maga lehullás, azt sötét repülésnek nevezzük, mert nem látjuk a fényét egyébként. Tehát ilyet itt a képen van, ez egy kamu kép egyébként, ezt egy ejtőernyős csinálta, de kamu. Magát hulló meteoritot még senki nem látott. Tehát az, hogy itt állok, és ott így leesett, mert senki nem látott még. Nincs ilyen feljegyzés. Tehát amikor jönnek hozzám ásványbőrzére, mindenféle, a Maridéni kertje felől láttam az egészet, ott jött a nagy tűzgolyó, és akkor itt a baracfánál esett le, én láttam. Köszönöm szépen, nem vagyok kíváncsi. Tehát nincs ilyen. Nincs ilyen. Nem tudjuk miért, de nincs. Sérte, ölte meg embert, nem ölt meg embert. Feljegyzések szerint ugyan van egy ilyen eset, de az nem igazolható. Olyan volt már, hogy emberre pattant. Például kisfiúnak a fejére pattant egy kondit meteorit, egy 2 centis ilyen cseresznye. Nagyság, de Gellert kapva, nem lett baja. A 2013-as Csajabinszki meteoritán éppen havat lapátolt reggel 7 órakor ott a nénike, ilyen pufolyka Jackie-be,
és az belecsapódott egy 2 centis példány. Az megállt benne a pufajkába, az 2500 dollárért adták el a pufajkával együtt a meteoritot. Mert nincs, nincs ilyen. Olyan volt például, hogy New Yorkban egy autónak a hátuljába csapódott bele, ezt biztos ismeritek, ez Higgs Peekskill meteorit 92-ben. Igen, hát ott az autót nem mondom, mennyire adták el, a meteoritot meg, azt meg még inkább nem mondom, de ezek ilyen egyedi esetek a 70 000-ből, tehát azért ilyen. Tehát nagyon ritkán talál el valamit. Amikor eltalált ember által alkotott természetes objektumot, akkor úgynevezett Hammerfall hullásnak nevezzük, ez lehetetlen lefordítani normálisan magyarra, 10 éve próbálkozunk, nem tudjuk lefordítani. Hammerfall. Ha mondtok valamit az előadás végén, és jó, akkor azt így fogjuk használni. Károkozó meteorit, pörölj meteorit, kalapács, ezt nem lehet lefordítani. A károkozó meteorit az lenne a jó, igazából, mert ugye valamit összetört. Na jó, menjünk. Nem, ne ragadjunk le, mert messze vagyunk még a végétől. Oké, azt mondja, hogy igen, jó, hát maga a sötét repülés az ugye az percekig tart, a maga a meteor szuperbolidája az meg mit tudom, másodpercekig. Itt a Rebecki hullásnál, hogy meglátjuk, 5,5-6 másodperces a hullás. Na mindjárt vége ennek a szekciónak, ugye, na jó van, de hogy esik le? Hát úgy esik le, hogy a tehetetlenségnél fogva a nagyobb darabok azok mennek előre, a medejt irány szerint, és a kisebbek meg egyre jobban maradoznak le. Ezért ez egy ideális esetben egy meteorit szórásmező alakul ki, itt látszik is a fantázia képen a 47-es szihotalin vasmeteorit hullásnak egy ilyen robbanása, minden irányba megy az anyag, és milyen magasan megy az az anyag? Hát a végső robbanás, hát ilyen, mit tudom én, 20-40 kilométer között vannak ezek általában a végső robbanások. Jó, és akkor ilyen volt például a 82-es erdélyi Mócsi meteor zápor, ami nagyon szép szórásmezőt alakított ki. Itt például mutatja is az ábra, hogy mi történik, amikor darabolódik, ugye. Nagyobb test, még kisebb, stb. És akkor hullanak le. Elő vannak a nagyok, hátul maradoznak el a kisebbek. Ez az elmélet. Itt pedig szórásmezőket látunk. Például itt a Mócsi, ez van, hogy 20-30 km hosszú ám. Ez egy másik meteorit, ott a nagyobbak, és akkor sok kicsi hátul. Na, és akkor most jön ez egy ilyen kis bulváranyag. Tehát a földre hullott meteoritok a hideg belső és a fragmentáció, tehát a darabolódás miatt szinte mindig hidegek. Esetleg volt, ahogy deres is volt. Néhány esetről van csupán feljegyzés, amikor azt mondták a régiek, hogy frissen fejt tejmeleg. De valószínűleg összetévesztette egyébként a nagyon hideget a nagyon forróval. Mert ugye ezt összetudja az ember érzékeli. Tehát lángoló, izzó, valamit felgyújtó meteoritról egyetlen hiteles szemtanús leírás vagy dokumentált feljegyzés sincs. Ez a mese. Nem gyújt ki semmit, semmit nem csinál. Nem olvasztja el a lapátot, a aludrótot, meg nem ragad hozzá. Hülyeségek nincsenek. Nem, nincs ilyen. Van olyan méretű tárgy, természetes objektum, ami csinál ilyen ramazurit, de azok 50 méternél nagyobbak, és általában globális katasztrófát okoznak. Ott nehéz keresni, mert nem éljük túl. Na, hogy lehet meteoritot találni? Hát ez egy érdekes dolog. Nézzük a tapasztalatot. Hát egyrészt ugye olyan helyeken a Földön, ahol jól konzerválódnak. Ugye ezek a Föld leghidegebb, vagy bocsánat, legszárazabb helyei, egyben passzol hozzá a leghidegebb is. Ugye ami nagyon hideg, ott kifagy a pára, és ott nagyon száraz a dolog. Tehát az Antarktisz például kimondta ilyen. Állítólag azt mondják az antarktiszi kutatók, hogyha kiteszik a kenyeret, és nem eszik meg, mit tudom én, fél óra múlva, az ilyen atomkemény lesz az Antarktiszon. Úgyhogy például ott jó, talán itt mutatják a képen is, ugye, hogy mekkora nagy meteoritot talált, és örül neki ott az űrge, a mínusz 80 fokban lehet. Itt pedig ugye egy másikat találtak egy sivatagos helyen. Véletlenül valaki rágad, és beküldi azonosításra. Ilyen volt a 2012-es augusztusi csátaljai meteoritunk, 16 kilós meteoritunk, amit Kis Károly traktoros traktorja fordított ki a Földből, és küldte be a Bajai Obszervatóriumba, és azonosítottam a Budapest melletti Osan parkolóba 2013-ban, mint meteorit. Ez csak olyan kultúrtörténeti érdekesség. Tehát az, hogy valaki ráakad, ez nagyon kicsi az esély. Hozzánk rendszeresen küldenek be a meteoritikai társasághoz mintákat, meg egyébként hozzám is, hogy évente olyan 1000 darab biztos bejön. Egy se az. Tehát a funkció ábra az az, meteoritot találtam? Nem. Tehát sajnos ezt tudom mondani. Nagyon várjuk, hogy már találjon valaki, de egyelőre nem. Az a helyzet, hogy Magyarország nedves, és a nedvesség nem szeretik a nedvességet, szétesnek tőle.
Ugye lelkes amatőrök szisztematikusan keresik fémkeresővel, például korábbi meteorit szórás mezőkön, ilyen a lengyelországi Moraszkó krátereket is ütő vasmeteorit szórás mező, de nem mindenhol engedélyezett ez a fémkeresőzés, főleg nemzeti parkokban, mint például a Moraszkónál. Meteoritot adó tűzgömb után, na már közelítünk ugye a kérdésre. Na, ugye ez leesett úgy, hogy az emberek ráakadnak, például a lakott területe esik. Ott van a Pixki meteorit hullásnak, a Chevrolet Malibu-nak az összetört hátulja alatt a meteorita. Ez a Sylacauga meteorita, amikor a Anne Hodges-nak a, itt a rész, itt tudom én milyen részét találta el, mert átment a tetőn, nem ölte meg, itt pedig a kisfiú, akinek a felére esett a meteorit, ott van kezében. Tehát elvileg van ilyen, ezek a Hammerfall meteoritok, mint megtárgyaltuk. Amatőr keresők kimennek és keresik, de ha nem tudják, hogy hova kell menni, mint például a Németországban egyszerűen kimentek sétálni a helyiek, hogy akkor majd mi meteorit találunk, ez az esélytelen kategória. Ez az esélytelen. Egy szórásmező nagyon, nagyon ritkán megy 5 km hossz alá. Általában az ilyen 10-20-30 km hosszú, és jó széles. Na most ott azért megtalálni egy ekkora izét, szóval nem olyan egyszerű. Na, és akkor most közelítünk a szakmához. Ugye a videokamerás rendszerek rögzítik a jelenséget, Magyarországon is van ilyen, a Hunrendcsi FK-nak, meg nekünk is a Magyar Meteoritikai Társaságnak 6-6 kamerából álló speciális All-Sky rendszere, ami kimondottan tűzgömbökre izgul, tehát minket a meteorok nem érdekelnek, mert azok általában tűzgömbök azok beégetik a meteorkamerákat, a mikromériáinknál meg nem. Tehát ez egy dedikált kamerarendszer, ami arra való, hogy ebből több irányból felvételt fölvéve meg tudjuk határozni a pályát, a sötéttepülést, a szórásmezőt, ki tudjuk menni terepre keresni, stb. Tehát ez lenne a cél. A Ribeknél is ez történt Németországban. Na aztán van ennél kulturáltabb megoldás, ez kéne Magyarországon is, csak ezt én nem értem, hogy mi kell ehhez, hogy ez ilyen legyen. Amikor Doppler radaros meteorológiai radarokat használunk magához a hulló testeknek a térképezésére. Hogy működik egy ilyen meteorológiai radar? Hát ugye ez fordul fél percenként, percenként egyet, és jönnek le a testek, ez általában fémtartalmúak. A radar kinyomja a jelet, és visszapattan, ugye, és itt látszik is a képeken, hogy több hullási szegmens van, amit a radar fölvett. A feladat az, hogy a néhány percenként rendelkezésre álló, egy percenként rendelkezésre álló szelvényeket egymásra rakjuk, azt meghosszabbítjuk, és oda kell menni a földre. 500 méter pontosan tudjuk, hogy hova estek. Tehát nem kiszámoljuk, hanem a hulló testeket fogjuk egyszerűen kianalizálni, hogy hova mehet, hova mehetett. Nyilván ez egy terület, egy zóna lesz, de ez nagyon, Amerikában így csinálják, meg is találják az összest. Úgy, hogy nem a fényes szakaszt követjük, hanem a hulló meteoritoknak a több percig tartó hullását. Jó? Na, tehát jó. A Magyar Meteorológiai Szolgálattal nem jutunk dőlőre. Van egy olyan szerv Magyarországon, aki látja az összes meteoritot, de az Istennek nem tudunk adatot kiénekelni belőlük, ezek a katonák. Ezek a katonák. A 2015 húsvét hétfői biztosan meteoritot produkáló húsvéti bolidát, ami délbükbe ment, oda 30 expedíciót tuti vittem ki, helyszínt nem találjuk egyébként. Kutya Isten, hogy ők tudják, hogy hova esett. Na minden. Igen. Na, jó, vagy a jövőbeli módszerek. Hát most ugye úgy néz ki, hogy az Elon Musk az lehet, hogy meg fogja csinálni ezzel a Starship-pel azt, hogy lenyomja a kiló per dollár árat az alacsony földközeli pályára. Tehát előfordulhat, hogy 100, 200, 300 dollár per kilogrammért fog tudni kinyomni nanoműholdat. És igazából éppen a Csizmadial Szilárddal, aki ugye a Berlinben a német űrügynökségnek, a DLR-nek a szakcsillagász kutatója, beszéltünk arról, hogy te Szilárd, hogyha ezt levinném mondjuk 300 dollárra, és mondjuk 1000 dollárért megcsináljuk a földet figyelő kis nanoműholdunkat, és ebből kinyomunk, mit tudom én, 10-et, hogy 2-3 mindenképpen Magyarország fölött legyen, akkor adott esetben, mondjuk a gatyánk ráment erre a mondásra, mindegy, de adott esetben felülről látnánk visszafele a hulló tűzgömbök, és ugyanúgy ki tudnánk háromszögelni egyébként, mint ahogy alulról. És fent mindig jó az idő. Jó, mi? Úgyhogy tehát ez is egy jó. Ezt még senki nem csinálja a világon. De valószínűleg ez lenne a jövő. Miért? Hát azért, mert ugye a tudomány az azt mondja, hogy naponta hullik nem is egy meteorit a föld felszínére. Csak nem veszük észre. Ugye nagy részt óceánba, egy jó része kereshetetlen, stb. Valamikor nappal esik, azt nem látják a kamerák. Hát ilyen. Menjünk tovább.
Jó, térjünk vissza a valódi tárgyhoz. Ugye Krisztiánt ismerjük mindannyian, Sárnecki Krisztián, aki ugye a Budapesten észlel a piszkésen lévő 60 cm-es felturbózott Schmidt-tel. Ugye január 20-án, hát ott UT van írva, de most átteszem magyar időre, 22:58-kor, tehát 11 óra előtt valami 2 perccel, felfedezett egy gyorsan mozgó 18 magnitúdós objektumot, és a sebességéből ő már tudta, hogy ez egy NIO, tehát földközeli objektum, ami 2 óra és 34 perc múlva ütközni fog a Földdel, a számítások szerint. Méghozzá Berlintől 80-100 kilométerre nyugatra. Hát ugye ilyenkor azonnal kinyomják az eseményről szóló híreket, ugye ez ma már a közösségi média szokott lenni, Twitter, Facebook, Instagram, mit tudom én. És ez nagyon gyorsan elterjed. Ez 90 perccel a becsapódás előtt történt meg, amikor Twitteren meg egy, azt hiszem Twitteren volt először, vagy most X-nek hívják, igen, megjelent az első hír, és hát ugye ezt így szelektíven látják a meteoritosok, meg szelektíven látják a planetológusok az ilyen híreket, és ugye én pont fent voltam azon az éjszakán, nem tudom mit csinál, biztos van meteorittal foglalkoztam, és azonnal terítettem a magyarországi fórumokon ezt a hírt, és ezt nagyon sokan ugye ráizgultak, mint ahogy a németek is, ugye, mert rengetegen áramlottak a célterület felé, hogy hátra tudnak róla videót csinálni, vagy fotót. Na minden arra később. A pályája a szegénynek itt található, ugye a piros a Mars, a kék a Föld, és a zöld meg a 2021 BX1-nek nevezett aszteroide. Kezdetben nem ő ez volt a neve, hanem SAR 2736. De miután ugye jó kis pályaszámítás volt, mert több obszervatórium azonnal ráfordult, ezért még az nap, vagy másnap, nem is tudom, már megkapta a 2024 BX1 jelölést. Na, egyébként maga az objektum az ugye itt található a kis apró pici pont. Azt hiszem 4 felvétel volt róla kezdetben. Jó, nézzük a tűzgömbjét. Itt van egy Tobias Felber által készített nagyon szép kép, kár, hogy nem nagyobbat tettem ide. Itt van a tűzgömb, látszik, hogy többször robban. Itt vannak az észlelők az IMO szerint, akik beküldték az észleléseket. Tehát látjátok, hogy még ez nem tudom milyen ország, talán Horvátország, még onnan is volt. Jó? Azt mondja, a tűzgömb mit csinált? Hát 96,5 kilométeren elkezdett fölfényleni, és 22,99, durván 23 kilométer magasan hunyt ki. Viszonylag meredek szögbe, 75 fokos szögbe érkezett be, ami azért jó, mert ha majdnem függőleges. Tehát mi történik, ha teljesen függőlegesen jön be? Hát az pont a Föld közepe felé megy. Ebben az esetben, ha robban, akkor ilyen, ebben az esetben a legkisebb a szórásmező. Ha ilyen nagyon laposan jön, akkor aztán csinál itt 80-100 km-es szórásmezőket, majd lesz ilyenre példa. Vagy nem, volt példa, csak azt túllapoztuk. A Csejabinszki metert, az valami 100 km hosszú szórásmezőt csinált. Találjátok meg benne. Jó, mondjuk ott könnyű volt, mert másfél tonnás az anyag, ami lejött. Na, igen, mínusz 14,5 magnitúdó volt a csúcsfényessége, 34 km magasan, a beérkezési, az entry speed sebesség, tehát a beérkezési sebesség az 15 km per másodperc volt, nem túl nagy, van, olyan normális. Jó, ott vannak az adatok, ezt most minden nem akarom itt felolvasni. Lényeg az, hogy nagyon sok kamera vette föl a hullást, profi kamerák is, nem csak tartom az iPhone-t, meg a mit tudom én mit, és akkor fölveszem, az a körülbelül semmire nem lehet menni. De mindegy, lényeg az, hogy nagyon sok kamera felvette, és végül is a Cseh Akadémia, aki elkezdte a számításokat, 14 kamera adatait használt. Ez már nagyon jó, mert azért ez már nagyon pontosat tesz azért lehetővé, méréseket tekintve. Nagyon érdekes, hogy az a kamerarendszer, amit a társaságunk is használ, az All Sky 7-nek nevezett kamerarendszernek az egyik állomása, az AMS 10... Jaj, bocsánat, ez vissza. Ma ez is jó lesz, csak nem ezt akarom mondani. Az AMS 16-os, az Kecűrben van. Hol van Kecűr? Majdnem a robbanás alatt. Tehát volt egy olyan kamera, ami a hozzá legközelebbi ponton volt, és profi kamera volt. Ennek a kamerának a segítségével lehetett megtalálni a meteoritnak a fő darabjait. Kapaszkodjatok meg. Tehát megint mák volt. Mák volt. Ha Magyarország fölött lett volna egy ilyen, akkor megint megfogjuk, mert nálunk is vannak ilyen kamerák. De hát nem itt volt. Bár
Na, nem lövöm le a point, majd kicsit később. Na, itt van egyébként a tűzgömbnek a fényképezett, ki copypastolt fázisai, tehát látszik, hogy jön, fényesedik, nagy robbanás, több robbanás, stb. Ott hullanak darabok, a végén is mennek darabok, tehát erre megy a játék. És akkor nézzük a videókat, bocsánat. És akkor miért nem indulsz el? Ez egy amatőr fel kézből tartott kamerával, és ott mennek a végén a darabok. Látjátok? Na még egyszer. A végére koncentráljatok. Ott mennek a darabok. Azok jönnek le. Látszik? Jó, menjünk tovább. Ez a kecűri kamera. Nehezen indul be a show, de ez jobb lesz. És ott mennek a darabok. Ez ki kell kockázni darabonként. Ez másodpercenként 30 felvételt csinál. És ott kell darabonként kell méregetni, hogy hova mentek. Nem egy egyszerű sztori, de meg lehet csinálni. Nagyon sok robbanás volt. Nagyon darabolódott, szaknyelven fragmentálódott. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem vasmeteorit, mert a vasmeteorit ez nem csinál ilyen, ez egy erős, tömött valami. Biztos, hogy kőmeteoritnak kell lennie, de a fragmentáció, nagyon erős fragmentáció miatt azon belül is el lehet gondolkozni, hogy nem egy különleges típussal állunk szembe, mint ahogy végül kiderült, hogy igen. Bocs. Na, ez egy érdekes dolog. Lenne, ha elindul. Elindul. Látjátok ott bal oldalt? Ezt az én házam tetején lévő saját AMS 90 jelű All Sky 7 kamerarendszerbe tartozó kamerán vette fel. 640 kilométerre volt a jelenségtől Berlintől, de felvette. Igaz, hogy benne van a fák között, de mindegy. De felvette. Tautenburgból egy bazinas mittávcső van, ráadásul, még ez NDK terület volt egyébként annak idején, készült spektrális felvétel a tűzgömbről. Hát ez nagyon jó, mert ez nagyon ritkán készül. Ez miért jó? Ez azért, mert igazából valamilyen szinten következhetünk a hulló test anyagi összetételére. Még nem találtak meg egy darabot se, de már a következőt tudták róla. A spektrumot úgy képzeljétek el, hogy felül van egy Kindberg nevezetű korábbi német kondrit kőmeteoritnak a spektruma, alul meg ennek az új meteoritnak a spektruma, amit Ribbentrop-nek neveztek későbbiekben. Mind a kettőn látszik, hogy nagyon markáns magnézium és nátrium vonalai vannak, de ami látszik még rajta, hogy a korábbi kőmeteoritban lévő vas, az itt nagy rész hiányzik. De nem csak ez hiányzik, hanem a vasoxid is. Tehát itt írom is, hogy hiányzik vagy kevés a vas és a vasoxid. Viszont sok benne a magnézium. Hát ez milyen anyag lehet? Hát ami sok magnéziumot tartalmaz, hát az bizony az enstatit ásvány, ami a meteoritokban viszonylag gyakori. Ez egy vas szegény, vasoxid szegény, de magnézium dús, fehér színű ásvány. Lesz majd róla szó. Nem gyakori típus. És igazából itt már elkezdtünk mi meteoritosok agyalni, hogy ez mi lehet. És akkor amikor megtalálták az elsőt, akkor onnan sejtettük, hogy mi lehet. Aubrit lehet? De mi ez az aubrit? Hát, akkor menjünk egy kicsit vissza időbe. Ugye a 2024 BX-1 egy Apollo típusú Földet megközelítő aszteroida volt, ugye ez a leggyakoribbak a NEO-k közül, a Földet megközelítők közül, aminek az egyik legnagyobbját, a 3103 Eger kisbolygót, ami a Hungária csoportnak a egyik vezérképviselője, Lovas Miklós neves csillagász fedezte fel 1980. január 20-án. Mikor fedezte fel Krisztián a kiségi testet? 2024. január 20-án. Most, hogy hány óra az egyik és másik, azt nem tudom, de meg kéne nézni a régi Schmidt lemezeken, hogy mikor készült Lovasnak a felvétel, mert lehet, hogy órára passzol. Na mindegy, szóval ez egy komoly dolog. Tehát az Aubrit meteoritoknak az egyik szülőégites típusa a 3103 Eger aszteroida, aminek egy darabját fedezhette fel Krisztián 44 évvel később. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Úgyhogy jó. A teljes megfigyelési időtartam az 2,49 óra volt. Igen, mert több nem lehetett, mert becsapódott. Egyébként az első felvételt a piszkési távcső csinálta, és a legutolsó beküldött felvételt, az MPEG-hez beküldött felvételt szintén piszkésről vették föl. Az már pár tíz perccel a becsapódás előtt készült utolsó felvételek egyike volt, ott már csikot húzott a kisbolygó, már nem pont volt, már annyira gyorsan ment. Jó, 1,54 éve az átlagos periódusa ennek a kisbolygónak. Ami még érdekesség, hogy 2007. március 22-én volt Földünkhöz legközelebb,
Ekkor 57 ezer kilométerre volt a Föld középpontjától, tehát a felszíntől akkor olyan nagyjából 50 ezer kilométerre volt. Ez eléggé itt van. Az itt ment el mellettünk. Jó, az ESA által számított mérettartománya ennek a kis égitestnek 0,8 és 1,7 méter volt. Hát itt ilyen 1 méter, 1 méter 20 centit szoktak emlegetni, hogy ekkora lehetett. Ekkora volt a becsapódott test. Így, körülbelül. 100-140 kiló. No? Hát ebből nem sok minden látszik a táblázatból, a lényegét mondom. Majd lesz ebből cikk a Meteorban, majd beteszem a táblázatot rendesen. 10 darab van felsorolva, ezek az előrejelzett becsapódású aszteroidák. Nagyon kevés van, összesen 10. De ebből csak 4 van a zöldek, amiknek a meteoritjait meg is találták. És itt van kékkel jelölve az, amit Krisztián fedezett föl. Na, úgyhogy melyik ez a 4? Hát 2008-ban Észak-Szudánban hullott az almahatas sitta meteorit, ami egy nagyon érdekes meteorit, mert legalább 10 féle különböző meteorit típusból van így összeragadva. Ez így érdekes, hogy hogy lehet ilyen, de lehet egyébként. Itt Peter Jenniskens, a NASA-nak az akkori ilyen planetológusa és kutatója, terepi kutatója van, látszik a helyszínen, aki a Khartoumi Egyetemmel szervezett meg egy buszos keresést, és végül sokáig keresték, megtalálták a meteoritnak a darabjait egyébként. Aztán 18-ban a Botswanában hullott egy, de ez egy kicsit gáz az a meteorit, mert látszik, hogy elkezdték keresni, de ott egy puskás ember. De a gond az volt, hogy ez oroszlános volt a környék, tehát az nem úgy van, hogy ketten oda menjünk keresni, illetve lehet oda menni keresni, csak hát ott más is van. És emiatt vadászok mentek a társasággal, és azt hiszem 2 darabot találtak meg belőle. Ez is egy különleges típus lett, egy Vesztáról származó meteoritnak tartják. Soha nem került múzeumi és privát gyűjteménybe, kizárólag a Botswanai Nemzeti Múzeumban és az NASA-nál van belőle kutatási célú minta. Aztán elkövetkezett múlt év februárja, amikor február 11-én Franciaországban hajnal 4-kor hullott egy Normandiába, és az Krisztián fedezte fel a becsapódás előtt. Szerintem 8-9 órában nem is emlékszem. Úgyhogy itt a tűzgöm látható, itt a kis expedíciónk, itt a megtalált darab, majd erről lesz ki, el is hoztam egyébként ezt az egy darabot. Ez az egyetlen magyar megtalált példa. Úgyhogy ez egy érdekesség. És akkor nézzük, hogy hogyan történt ennek a kisbolygó becsapódásnak a szórásmező számítását. Ugye Cseh Akadémia állt rá, és 22-én, tehát a hullás után egy nappal kiadták az első szórásmező számítását, hogy hova lehetett. Ez a tűzgömbnek a vonala levetítve a német területre. Valahol itt lett Berlin egyébként körülbelül. Ez volt az első szórásmező térkép, de nem volt rendes széladatuk. Tehát csak azt tudták megmondani, hogy szél nélkül ide esne. De volt szél. Aki volt azon a részen, az tudja, hogy tele van szélturbinával az egész környék, meg fönt magasan is ugye még nagyobb szelek vannak. És amikor megcsinálták a módosítást, kiderült hosszabb lett, és kicsit elkezdett kanyarodni. Tehát máshogy lett, eltorzult. De van még egy érdekesség. Ezen a képen látszik. Most oda megyek és megpróbálom ott megmutatni. Ez a kis kék vonal azt mutatja meg, hogy hány grammos meteorit hova esne, ha nem lenne szél. Ide esnének az 1 grammosak, ebből jó sok van, ide meg a majdnem fél kilósak. De szél volt. És mi lett? Eltolta, van itt kilométer? Ja, itt 1 kilométer ennyi. Értitek, hogy mennyivel ment a... Tehát jön az egyszerű meteorit kereső, arra ment a tűzgömb, oké, itt kell keresni. Amúgy 10 kilométerre arrébb vannak. De hogy? Erről jött a tűzgömb. Itt kéne lenni a kicsiknek, és itt kéne lenni a nagynak. De fordítva van. Itt van a nagy, és itt vannak a kicsik. Nagyon erős hátszél volt. Olyan erős volt a hátszél, hogy a kicsiket előre fújta. Maradtak a nagyok itt, az összes kicsi meg elment erre. Ember legyen a talpán, aki a meteoritokat egy ennyire szokatlan és ritka helyzetben megtalálja. Volt már ilyen, hogy előre fújta őket. De hogy ennyire megkavarta az ügyet, szóval itt arról van szó, hogy igazából a modellek nem tudják azt megmondani, hogy annak a hulló meteoritnak milyen az alakja. Márpedig, hogy a kúpos szépen halad a légkörbe, vagy egy ilyen nagyon krikszkasz alakú, ami fékeződik, az össze-vissza fog hullani, mint ahogy össze-vissza is hullott. Úgyhogy ráadásul itt még terhelt volt a probléma azzal,
hogy bizony, jó ez a számítás? Jó a modell egyáltalán? Vagy mi van? És egyébként ebből keletkezett később Galiba, sőt kutatási eredmény is, de majd ha odaérünk, akkor mondom. Történtek más szórásmező számítások is, például a Strunify Europe, van egy amerikai, egy Jim Goodall nevezetű ember, aki ilyen amatőr pályaszámoló, nagyon jó kapcsolatban vagyunk vele, ő fizetős szórásmezőket tesz közzé, $10, tehát ő neki nem ez a munkája, és nagyon sokat számol a világ bármely meteorit hullására, és úgy gondolt, hogy $10 fog érte kérni. Magyar pályaszámolás is történt, Kövege Gábor, illetve egy Denis Vida nevezetű neves meteoros szakember is számolt. Itt a Strunify, Jim Goodall féle számítás, aztán pontosított ő is, az már kezd hasonlítani, és milyen, ha egymással másoljuk őket? Hát ilyen. Szóval azért nézzétek meg, hogy itt van az egy kilométer, itt van az egy kilométer, itt van a Ribek, itt van a Berge falu, itt meg a Licov falu. Na most, hát a Spurnék, a csehek azt mondják, hogy ez szerintük itt van. Azt mondja a Strunify, a Gigula, hogy itt van. Ez, hagyjuk, ezt nem lehet lekeresni. Akkor szóltunk neki, hogy figyelj, csinálj valamit a széllel, mert meg gáz lesz. Jó, akkor szerzett pontosabb széladatot, és kialakult neki ez a szórásmező. A Denis Vida azt mondta, hogy neki, ami rendelkezésre áll, szerinte itt van. Nyilván a metszetet kéne benézni. A metszetet kéne benézni, de az is bazi nagy. Hát milyen nagy? 8-10 km hosszú és 1-2 km széles. Aki volt kint terepen meteoritot keres, az tudja, ez mit jelent. Mondjuk egy hétig kell keresni egy 500x500 méterest. Négy embernek, hogyha rendesen meg akarja nézni. Ez ilyen. Úgyhogy nehéz kenyér keresett ez a meteorit keresés, és nem tudom, mit csinál, igen, jó. Na nézzük, hogy találtak-e meteoritokat. Hát az első privát keresők, tehát akik elsőként érkeztek a helyszínre, azok privát keresők voltak, mégpedig egy lengyel profi csapat, aki múlt évben viszonylag sokat talált Franciaországban, és egyébként is sokat talál, ez egy négyfős, ilyen gyors beavatkozású csapat. A csapatnak az egyik tagja 24 órával ezelőtt még Kosztarikában volt búvár központot vezetni. Úgy jött haza. Az első repülőjegye. És jönnek, aztán megjött a NASA, és ugye a NASA SETI főmunkatársa, ugye a Dr. Peter Jenniskens, itt vigyorog, amúgy meg ott van, az Csizmadia Szilárd egyébként ott, na mindegy. Az első magyar, aki a helyszínen volt, az Csizmadia Szilárd. Na jó, mondhatni neki, könnyű, mert a berlini DLR-be ül, aztán megy 80 km, szóval egy szuper előrejelzett meteorit hullás kellős közepébe. Sokat járkált vele, aztán 3 vagy 4 nap, hétfő este lesz a Vécsénél egy előadás, pont erről, hogy találta a meteoritját, Szilárd. De lényeg az, hogy ilyen csatárlánzba beállt a banda, a múzeumos, ugye a Német Természettudományi Múzeum, az MFN, és a NASA, meg a DLR bagázsa állt össze, ennyit tudtak összeszedni a németek. Ez első érdekes egyébként, hogy akkor országban még 20 embert lehet összeszedni, amikor itt kb. 100-nak kéne lenni, minimum. De mindegy, ez így sikerült, és elkezdtek keresni. És akkor mi történt? Hát, január 25-én, hullás után 4 nappal a lengyel társaság megtalált egy 3 darabra tört meteoritot, itt vigyorognak. Itt van. Hát ez nem fekete. Mint ahogy mondtam, ez nem fekete. Alig van rajta orvosi kéreg. És kapaszkodjatok meg, 3-4 napig az egész világ fekete meteoritot keresett a német helyszínen. Magyarul azokon a helyszíneken, ahol voltak, lehetett újra keresni. Jó, mi? Ugyanis ez egy különleges típusú meteorit. Amikor az első képeket megláttuk, hát aztán beindult a meteoritikai szakma. Figyelj, ez holdi. Ez a világ első holdi hullása, $10,000 per grammon fog menni az ára. Figyeljétek meg! Ez nem holdi, gyerekek. Ez vesztai. Vesztai nem lehet, nézd meg a kérgét, nem? Nem így néz ki. Akkor mi? Akkor aubrit. Lehet, hogy aubrit. Aztán aubrit lett. Úgyhogy egy napig minimum ment ott az okoskodás, hogy mi lehet. Nem olyan egyszerű, mert azért olyan meteoritot, aminek nincsen kérge, óvadási kérge, nem nagyon lehet találni. Van ilyen, egyébként de nagyon ritka. Egyébként az aubritok azok meg barnás kéreggel rendelkeznek. Úgyhogy mondom, hogy semmi nem az olyan, aminek kéne lenni. Na mindegy, úgyhogy innentől kezdve tudtam mindenki, hogy mit kell keresni. Jó, akkor kicsit újra terveztek, és mindenki újra kiment a területre, és egyre többet kezdtek találni. Két magyar fölkerekedett, Balla Zoltán és Gucsik Bence, és 26-án reggel 58 perc keresés után találtak egy 114 grammosat. Ezt hívjuk máknak.
Ezt hívjuk báknak. Majd mindjárt értitek, hogy miért. Götlik is talált egy 39, bocsánat, majd az lesz, csak most itt a Götlik meteoritja. Ez egy 39 grammos, olyan 4-5 centis darab. Repcébe van benne. Aztán még a múzeumosok is találtak egy 3,1 és egy 4,5 grammosot. Grammosot, tehát egyre jobban elkezdtek találgatni az emberek, főleg, hogy tudták, hogy mit kell keresni. Később egyre többen érkeztek a helyszínre. Mi pénteken indultunk az első expedícióval, de már azon a hétvégén alsó becslés szerint több százan, de egyébként felső becslés szerint akár több ezeren lehettek egyszerre az első hétvégén kint, mint keresők. Ez döbbenetni volt. Ez Szilárdnak a meteoritja, amit talált, majd elmondja, hogy hogyan. Egy pici, egy-két centis minta. Kint voltam a területen, és akkor küldött egy üzenetet, hogy képe, Zsolt, ez lehet az? Nézem, éppen én is kerestem. Nézem, mutattam ott a többieknek, páromnak, stb. Hát ez tuti meteorit, visszajutunk neki meteorit. Jó, akkor elteszem. De mondom, ez totál véletlenül találta ő is. Akkor volt egy magyar hölgy, aki a Bencéknek a csapatához tartozott, a Bíró Zsófi. Ő nagyon szeretett volna már évek óta találni meteorit, és talált egyet. Ott pici, de meteorit. Akkor volt egy másik, a hivatalos, vagy nem is tudom ezt, hogy kell hívni, majd elmondja az Anti, hogyha majd erről beszél. Tehát a Schwab-hegyhez tartozó kollégák közül indítottak az Antal segítségével, igaz Antal segítségével egy kereső expedíciót, ami expedíciónak egy másik tagja lett csupán, a Bajmóci Gyuri, és ők találtak egy 26 grammos meteoritot, nagyon szép. Ők el is vitték azt vizsgálni Németországban nagyon helyesen. De ezek a magyar találatok. De még minket nem említettem, majd mi is jövünk. Akkor a lengyelek összevesztek. Ez az jó ember, akit Crispinnek hívnak, Crispin Kmietschanknak hívnak, összeveszett a többiekkel, mert nem akartak adni a három darabosból neki. Már nem ő találta a négyből, hanem három másik. Ez mondjuk etikátlan, mert aki keres, az között azért illik egyenlően elosztani a megtalált darabot. És nem akartak neki adni. Bemérget, különvált, egy nap múlva megtalálta a fő tömeget. Egy 225 grammosat ott van a kezébe. Lehet hazamenni. De nem ment haza. Ezek nem olyanok, hogy haza. Egy hónapig kint vannak. Meg mit tudom, nagyon sokáig kint vannak. Keresnek, bírják, fiatalok bírják. Na, jó, úgyhogy ez így van. És akkor egyre többen találtak, például itt van egy 54 grammos, meg egy 60 grammos, de töröttek, tehát látsz, a felső az nem, de az alsó az törött, ennek majd lesz szerepe később, és egyre többen, ott ki van írva alul, nem akarom ismételni önmaga, találtak. Jó. Pontosan senki nem tudja, hogy hány darab meteoritot találhattak. Ugyanis az MFN, a Német Természettudományi Múzeumnak a munkatársai elkezdték gyűjteni az adatokat, hogy küldjétek be, légy szíves, a találási koordinátákat, meg a tömegeket, a grammokat. És akkor mi majd gyűjtjük, és akkor kialakul a szép szórási mező, hogy mekkora, meg hogy van, meg mint van, és majd abból vissza lehet majd torzítani a modellt, javítani a modellnek a jóságán, hogy úgy mondjam, és a következő meteoritnál ez már még jobb lesz. Erre, ez tudománynak hívják, meteorfizikának hívják. Jó. Azt mondja, de senki nem tudja, hogy hány meteoritot találtak, mert nem mindenki jelentette be. Valaki lesüttyogta, például a helyi németek. És azt mondja az Andy Pagan, akivel én kapcsolatot tartottam az MFM-től, hogy körülbelül 100-150 darab lehet a megtalált példányok száma, és még ugyanennyi lehet kint. Igaz, azok már kisebbek. A jelen pillanatban már hivatalossá vált a Meteoritika Bulletinbe, tehát már nevet kapott és komplet leírása van a szegénynek. Ott 873 gramm az ösztömeg, de én amikor már beszéltem és az utolsó expedíciónkkal eljöttem, beszéltem a német srácsal, akkor már ilyen 1,2-1,3-nál tartottak. Úgyhogy van ez másfél kiló is a valóságban egyébként. Úgyhogy ez ilyen. Itt néhány példát kiragadtam, hogy így néznek ki amúgy. Nekem ő a kedvencem, az egy lencse alakú orientált példány, aminek a hátsó oldal gyönyörű fehér orvadási repedéses kéreggel rendelkezik. De látszik, hogy egyik se fekete, és mindegyik ebbe a szép színekbe pompázik, ebbe a szürkés fehérbe. Majd elmondom, hogy mik ezek. Na, és akkor mi van a magyar expedícióval? Hát ezt most nem, ez egy ilyen szubjektív és objektív leírása, hogy miért mentünk keresni. Ezt most nem akarom felolvasni. Lényeg az, hogy mi szeretünk meteoritot keresni itt a Magyar Meteoritikai Társaságban, meg amúgy is, mint privát magánember, és azt is tudjuk,
hogyha nézzük a meteoritoknak az évenkénti, hónaponkénti eloszlását, akkor itt a január-februárban mindig van egy csúcs. Ez az 1492, tehát az első szemtanús hullású meteorit óta, az összes hullás, az az 1300, ez meg a modern kamerás rendszerben, tehát a valósághoz inkább közelítő rendszerben, van egy január-februári csúcs, meg van egy nyári csúcs. Tehát mi mindig várjuk a január-februárit. Európában ez egy jó hely, mert, vagy jó időszak, mert ugye ilyenkor nincs aljnövényzet, és könnyebben észrevehető a meteorit a Földön. Hát ugye elkezdtük szervezni az expedíciót a Magyar Meteoritikai Társaság keretein belül, 4-6 fő jelentkezett, ugye itt nagyjából azt számoltuk, hogy 2000 km lesz oda-vissza a helyszíni járkálásokkal. 6 nap nettó keresést lőttünk be az első expedíción, és azt mondtuk, hogy ha vannak talált darabok, akkor majd visszamenjünk még. Jó. Egész napos kereséssel minél több területet szerettünk volna bejárni. Ugye a meteorit az terület arányosan esik, és így is lehet megtalálni, tehát magyarul minél rövidebb idő alatt minél többet kell menni, minél több embernek. Ez itt a nagy trükk. Ez ott van a felszínen, mint láttátok a képeket, ez nincs belefúródva, nem kell hozzá fémkereső, ezt ott kell keresni szemeddel, kis szemeddel, meg lábaddal. Jó? És másfél-két méterre beállunk egymástól, attól függően, hogy mekkora a belátható terület, és akkor megyünk a csatárláncos keresésbe, és egy rohadt unalmas nap kezdődik, mert reggel 7-kor elkezded, és akkor meg, amikor még a nap nem megy le, akkor te még ott vagy kint 8 óra múlva is. Úgyhogy ez húzós. Tehát ez egy olyan kirándulás, hogy nagyon jó levegőn vagyunk, csak egyetlen problémája van, hogy lefelé kell nézni. Tehát nem a táját nézzük, hanem a földet. Jó? Na, egy nap olyan 18-25 kilométert lehet menni. És akkor az első ribeki kereső expedíció, ugye ketten a párommal értünk a helyszínre, később felfelődött hozzánk több ember, és csatlakoztak külföldiek is hozzánk. Tehát így 2-től 6 főig volt a keresés, változó módon. Nem is tudom, hány napot mentünk, azt hiszem 2 vagy 3 napot mentünk, és nem találtunk még semmit. Közben persze a magyar találatok jöttek, hogy kiszállt a kocsiból, megtalálta. Ment fél, egy órát megtalálta. Álljátok a picsi, mi meg itt izélünk már, nem tudom, 3 napja, már 60 kilométernél tartunk, ez nincs egy darab se. Úgyhogy, de ez ilyen, nem kell megijedni, ez ilyen. Vagy van szerencséd, és akkor hurrá, vagy nincs, és akkor szisztematikus tervezet, a tudományhoz inkább közelítő kereséssel lehet megtalálni a darabokat, mint ahogy mi is tettük. Hát nekünk ez a sors jutott, és végül is az első találat, 64 kilométer után történt, Berge falutól délre esően, Emüdi Csaba, Kereszti Zsolt, Nagy Olivér volt akkor éppen a terepen, tehát mi voltunk a megtalálói, nem mondjuk meg, hogy ki találta. Jó? Személy szerint az most nem számít. Itt mi hárman, és egy őszi búza vetésben, 11 grammos volt nedvesen, kiszáradva 10,6 grammos, GPS pozíciót a világon elsőként mi osztottunk meg. Ezt soha nem értem, hogy ülnek a pozíció adatokon a megtalálók. Pedig segítik a következő megtalálókat azzal, hogy meteorithoz jussanak. Itt mindenféle elméletek terjengenek, hogy ez miért van. Persze, mert jönnek az izék a meteorit kereskedők, meg a meteoritizés undán-bundán sötétben bujkáló ellenforradalmárok, azt mondom, hogy itt jól lerabolják az egész területet. Hát nem így van, hogy azt, hogy le lehet rabolni, mint látjátok. 64 kilométert kell menni 4 embernek egyért. Tehát azért nem ez a lerablós verzió van. Úgyhogy, és akkor nem osztják meg a pozíciókat, ezzel hátráltatják azokat, akik ténylegesen szeretnének találni. Miért jó, hogyha megvan a pozíció? Mert fölrakjuk akkor térképre, hogy itt találtuk a 4 grammosat, ott a 10-es, meg mit tudom én, és akkor van belőle 80 darab, és kialakult, hogy hova érdemes még menni. Mit néztünk be? Ráadásul ugye itt a telefonunk az folyamatosan trekkelte 5 méterenként ugye a hadadási nyomvonalunkat, tehát a bejárt területet is tudtuk, hogy hol voltunk. Oda nem menjünk még egyszer vissza, hanem menjünk egy másik. És ha ezt egymásra fedjük, annak a több száz embernek, több ezer embernek a keresését, akkor csodálatos kutatási anyag állhatna ezáltal össze, de ezt senki nem csinálja. Tehát azért törtük meg a csendet éppen, azért mi vagyunk, a világon szó szerint az elsők voltunk, akik a GPS pozíciót megosztották, az első track adatokat pedig 2 nappal korábban megosztottuk. Igen, itt voltunk, itt nem találtunk semmit. És ezt folyamatosan csináltuk. Hogy van szegény meteorit? Szegény meteorit itt található egyébként élőbe. Úgyhogy itt van egy rögtönzött kis kiállítás az asztalon, ezt majd meg lehet nézegetni a végén. Jó, így nézett ki, őszi búza vetésbe, ott található, picit bele volt nyomódva a felszínbe, ugyanis ez itt nincs leírva, csak mondom menet közben, -2, -3 Celsius fokos hőmérséklet volt, és 5-6 centis hó a hullás éjszakáján. Ami azt jelenti, hogy jött a 100-200 km/h-val közlekedő kis meteorit, lehuppant a hóra,
hogy az, hogy teljesen lemente a felszínig, vagy nem, azt nem lehet tudni. Minden esetre egy-két napon belül elolvadt a hó, és ez a viszkózus talaj, ez magába fogadta ilyen fél milliméter, egy milliméter mélységbe a meteoritot. Ez azért volt jó, látszik, hogy ugye a felszínen van, mert rengeteg álmeteorit volt. Álmeteoritból fogtok kapni, aki igényel, hoztam belőle egy csomót, azt tudok adni, valódit azt nem tudom, mert nem olyan sok van igazából. És az álmeteoritok ilyen gránitos a kinézésűek, tök hasonló egyébként ehhez, tehát azzal szórakoztunk végig, hogy mentünk, meteorit, nem, és akkor ezzel lehetett. De ezt csináltuk egy fél napig, utána meguntuk, és utána már láttuk, egyszerűen mesterséges intelligencia bekapcsolt agyba, és már így már ki tudtuk lőni, hogy melyik az álmeteorit és melyik nem. Jó? Egyébként a nagyon jó azonosító jele az az volt, hogyha nagyítóval megnéztük, és repedések voltak a felszínén, ezek a kontrakciós repedések, ami meteorit olvadási kéregre jellemzőek. Jó, dokumentálás, mérőkocka, örömködés, vigyorgás, talajminta, növényminta, este helyi újság vásárlása aznapi dátummal. Tehát ezek ilyen value added dolgok, de nem baj, ez jó mutat későbbiekben. És akkor utána mi történt? Hát ugye az első hétvégén, mint említettem, megjelentek a német és a külső külföldi keresők. Ugye néhány napon, egy héten belül mi már a helyszínen voltunk, és hát ugye gyakorlatilag voltak olyan területek, amit az 8-10-szer már átnézett ember. Ennek ellenére lehetett ott találni meteoritot, majd elmondom miért. Itt néhány például itt egy ilyen őszi búzavetés, itt meg már nem tudom milyen vetés, itt nagyon jól lehetett keresni meteoritot, viszont ezt nézték át a legtöbben, hiszen itt a legnagyobb esély. Jó, volt olyan, hogy erdős keresés, hát azt hagyjuk inkább, mert aztán haladni se lehetett, nem is láttunk a levétől semmit. Akkor volt olyan, hogy őszi vetésű repce, amiben találtunk végül meteoritot, de nagyon rosszul lehet látni. Tehát ott a talajt, a tiszta talajnak a 40-50%-ban lehet csupán látni. Jó, itt egy ilyen erdős keresés, az egy álmeteorit, egy gumicsizmás pihenőkép. Jó, itt egy betrekkelt rész, hogy hol voltunk, tehát ez utólag az hasznos volt. És akkor arra jöttünk rá, hogy megosztottuk a pozíció adatokat, hát magyarokkal sajnos nem, mert azok ültek az adatokon, de külföldi ismerősökkel, egyéb kutatókkal, meteoritvadászokkal megosztottuk a pozíció adatokat, és kiderült, hogy valami gond van a szórásmező számítással, mert nem úgy vannak a dolgok. Majd mindjárt elmondom, miért. Akkor mindenféle jó emberekkel találkoztunk, ezek világhíres keresők egyébként. Ő például, a Roberto Vargas, az IMC-nek az elnök. Az IMC az International Meteorite Collectors Association, ami egy nagyon patinás szervezet, mindösszesen 400 tagja van a világban, meteoritokkal foglalkoznak. Klajdvik Peti, szintén magyar, sok minden. Jött egy ember, keresünk, és akkor jön szembe egy ember, azt mondja, hogy szia. Tehát ő volt a Klajdvik Peti, tehát ilyen is előfordult. Jó? De megosztottuk az eredmények. Aztán volt ilyen gyönyörű, komplex halójelenség, annak nagyon örültünk, már a meteoritnak jobban örültünk volna, de ennek is. És akkor a helyi újság. Na, és akkor volt egy 0,5-es találatom. Már egyedül voltam este nyaptútja után 29-én a területen, tehát 30-án találtuk az előző meteoritot, és ez egy nappal korábban van ez a sztori. És akkor mi van ide írva? Kereszti Zsolt nem vette észre ezt a példányt, átgyalogolt rajta, majd fél perccel később visszanéztem, és láttam két németet, aki fejlámpával keresett, és valamit néztek erősen. Nem részletezem, mit mondtam magamba. Pontosan azon a nyomon álltak, ahol én eljöttem fél perccel. De lehet, hogy csak 20 másodperc volt. És akkor valami azt mondotta velem, hogy most meg kell fordulni, mert most már forduljunk. Megfordultam, ott állt két német, és akkor így néztek. Oda mentem, anyátok, és akkor ott volt ez a meteorit. Tehát erre mondom azt, hogy 100%-osan áttézett terület nincs. Ezen a területen, ahol ezt nézték, itt átment a múzeum, átment a DLR, egy csomó más kereső, és ott volt, és nem vették észre a mérdésbe. Ez ilyen sport. Jó. Na, akkor nagyon örültünk, most hogy rövidítek, mert már nagyon halad az idő. Nagyon örültünk, hogy találtunk meteoritot, de hát jó lett volna még találni. Igaz, kettőről tudtunk, egyet mi találtunk, egyet meg majdnem találtunk. Tehát 1,5-nél voltunk igazából, csak az a baj, a meteorit keresés az diszkrét számokkal dolgozik, tehát 0,5-tel nem tud mit kezdeni. A nullávas az egy már jó. Igen. De viszont információra jó volt, mert ez 8-10 grammos meteorit, az emit volt, és bejelöltük ki a kis térképünkön. A miénket meg emit találtuk, azt is bejelöltük, nagyon szuper. És akkor azt mondtam a páromnak, hogy figyelj ide,
van meteorit kint, tuti. Valahogy megjött a szerencsénk is hozzá. Valahogy tudjuk is, hogy most már merre kéne menni. Valahogy tudjuk, hogy valami baj van a szúrásmezővel, és valahogy tudjuk, hogy mi baj van vele. Menjünk vissza. Hazajöttem, tünk, ő már hamarabb hazajött, mert dolga volt itthon, én a többiek kocsijával jöttem vissza. Hazajöttem, nem telt el 24 óra, már kocsiba ültünk. Nem volt jó egyébként, mert már akkor már fasztungél volt már mindenütt, tehát akkor már mindent kentünk mindenhova, mert nagyon fájt minden. 100 kilométer volt az első expedíció. Úgyhogy az úgy megéreztük. Na, és akkor kocsiba vágtuk magunkat, és az első napon megtaláltuk ezt a meteoritot. Ami itt van. Gyönyörű egyébként, majd nézzetek meg. Ott látszik, ott örömködök, stb. Talajminta, növényminta, hagyj nem mondjam, stb. Jó, ez február 3-án volt, reggel 9 óra 18 perckor. Így néz ki a meteorit, gyönyörű egyébként. Na, és akkor itt jött az a nagy okosság, hogy a helyszínen több keresővel találkoztunk, és mindenkinek feltűnt, hogy a Pavel Spurni Cseh Akadémia számító, egy világhíres egyébként az űrge, Pavel Spurni és a társa Jiří Borovicska, majdnem minden meteoritot ők számítanak az egész Földön, de nagyon jó módszerük van rá, és modelljük. Na, és azt tűnt fel, hogy a Spurni égtérképén a 10 grammos példányokat ott találják, ahol ők a 2 kötője 5 grammosokat jelzik. Tehát el kéne tolni a térképet egy kicsit, hogy próbáljuk már ráhúzni a valóságot. Na, ezért jó kapcsolatot tartani. Mert ezt nem tudod. És mi történik ekkor? Valószínűleg elmegy valamerre a szórásvező, és ha te biztos, hogy akarsz találni meteoritot, menjél le a végére a kicsiket keresni. Mert ott jó sok van. Ez volt az elmélet. Ezen az expedíción, ez csak egy 2 napos expedíció volt hétvégén, ezt az egyet találtuk, és akkor február 6-án jöttünk vissza hajnalba haza. Itt van, hát ugye makrós felvételeket csináltam, itthon már, ilyen nyugodt körülmények között, látszanak a kontrakciós repedések, majd fakultatívan elmondom, hogy miért vannak. Ez az enstatita fehér, ez a magnézium-szilikát ásvány, a fekete az a földpát, fordítva kéne lenni benne, de nem így van egyébként. És akkor ilyen mindenféle fekete albit, meg kromit, meg egyéb ásványok vannak, ilyen accesszorikus ásványoknak, ilyen kevés tömegben lévő ásványoknak nevezzük őket, és a gyönyörű szép olvadási kérge, ez a szürkés repedéses mindenféle. Ez jó. És akkor a... Ja, majd mindjárt később. Tehát lényeg az, hogy elindult... Már nem is így indult. Így indult. Jó. Tehát a lényeg az, hogy... Február 13-án ismételten felkerekedtünk a párommal, és azt mondtuk, hogy ha találtunk meteorit, akkor még kell, hogy találjunk. Menjünk, mert akkor a franciáknál sikeresebbek leszünk, mert csak egyet találtunk gyakorlatilag. És akkor elindultunk, és akkor 13-tól 17-ig kerestünk, ez nem tudom, 4 vagy 5 nap volt keresést tekintve, mert azért elég rossz oda menni, mert ilyen 8-9 órás út azért az a, én győri vagy a győri Berlin, azért az nem 2 óra. Na mindegy, úgyhogy majdnem egy nap rámegy, vagy fél nap minimum. És akkor, hát itt aztán 60 kilométert mentünk. Ez 3 nap volt akkor ezek szerint. 60 kilométert mentünk, és 2 meteoritot találtunk. De itt már a kicsiknél járkáltunk inkább. És akkor az egyik meteorit, nem is értem, hogy ez miért így van, nem így kéne lennie. De így van. Na mindegy, lényeg az, hogy mellett le voltak esve az ilyen kisebb darabok, és itt látszik, hogy csipesszel ott a jó ember szedi össze, és gyűjti be őket. Ugyanis több fagyás cikluson keresztül ment a meteorit, tehát kapott minuszt, kapott esőt, megint minuszt, aztán pluszot, és ezzel szórakozott így egy darabig, még meg nem találtuk, és gyakorlatilag ennek a rendkívül porózus anyaga, ez egyszerűen szétesett. Illetve részben szétesett. Igazából meg akarom nektek mutatni, hogy ez hogy nézett ki. Ez a meteorit, valamiért alatta van, és nem tudom, miért, mindegy, majd lesz róla kép. Mindegy, szóval találtunk egy 3,5 grammost. Igen, 3,5 grammost, bocsánat, csak bénázok ám, mint látszik. És az egyik meteoritunk az február 24-én a Meteorite Picture of the Day, tehát a meteorit napképe híres internetes fórumon a napképe lett.
gyakorlatilag az egyik megtalált meteoritnak gyönyörű habos olvadási kérge van. Azt majd elmondom, hogy miért, csak már alig van időm. Jó, menjünk tovább. És akkor ezt 16:45-kor találtuk meg az első meteoritunkat, és akkor ez már alkonyat volt, nagyon rossz látási viszonyok voltak. És akkor a párom másik nap 17 órakor megtalálta ezt a fehér színűt. Repcében volt. Na most kérte, hogy ne mondjam el, de el kell, hogy mondjam itt szűk körbe, hogy ő az egyetlen élő olyan magyar ember, aki találta Franciából is, mert azt ő találta, meg ebből. A világon, ha a világot nézzük, akkor is ilyen fél tucatnyi, nál nincs több ilyen ember. Tehát ez egy nagyon ritka dolog, hogy az előre jelzett becsapódásúakból eddig az összes Sárnecki féléből talált egy ember. Egy van ilyen Magyarországon. Ez csak ilyen érdekesség. Jó? Itt örül neki, hogy hú, de új, megtaláltam. Ott van a meteorit, alumínium fóliában van, majd elmondom, hogy miért, és azok voltak a látási viszonyok már. Tehát konkrétan sötét volt ott, látszik. Már alig lehetett látni. És akkor itt van, hogy mi újság. Na most az van a érdekességbe ide írva, hogy a megtaláló kicsi eltérőt például 20 vagy 30 fokos szögből közelít rá a meteorit, már nem látja meg, ugyanis úgy takart rá egy repce levél, hogy csak abból a szögből lehetett észrevenni. Na, ez az a mák. És ezért mondom azt, hogy nincs 100%-ig lekeresett terület, mert hogyha az egyik elment erre, akkor te menjél rá 90 fokba, meg 30 fokba, meg könnyen lehet, hogy meg fogod találni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a négyből mind a négy olyan területen volt, ahol már előttünk jártak. Az elsőnél például egy fél méterre volt tőle egy lábnyom. Tehát ott ment egy emberrel mellett, és nem vett észre. Jó? Úgyhogy, tehát ilyenek vannak. Na, ugye ezt leadtuk a berlini DLR-be az űrügynökségnél vizsgálatra, hogy vizsgálják meg, mert nagyon érdekes volt. És akkor visszafele jött ezek már ilyen kulturális ezek, hogy megnézzük a Spielberg-féle Glinikei hidat Potsdamnál, a Checkpoint Charlie-t Berlinbe, a berlini falnak a maradványait, és elmentünk az MFM-be, tehát Természettudományi Múzeumban, és akkor ott állok az összes német meteorit mellett. Hát azért nekik azért több van, mivel nagy az ország. Jó? És akkor a Magyar Keresődő Expedíció 4 képen ez lett. Itt sárgában vannak a betrekkelt nyomvonalak, annyi 500 méter, csak szólok. Itt van a szórás, de ez már eltorzítva nagyjából. És ott vannak a találataink, ez milyen látszik nagyobban. És akkor, hogy merre kanyaráztunk, ugye sárgával lehet látni. Jó? És akkor itt vannak a találatok. Ez a 0,5 találat. A többi a valós. Majdnem egy vonalon volt. Ja, ez tök jó, mert a 3,6 és a 4,2-es, az utolsó expedíció, az 140-130 méterre voltak egymástól légvonalba. De az út másik oldalán. Tehát nem egyszerre találtuk őket, hanem másik nap mentünk oda, arra a területre. És akkor itt van a makrós képei a meteoritoknak. Hát sok mindent várnánk, de nem így néz ki egy meteorit azért általában. Ritka, hogy így nézzen ki. Igen. És akkor az in situ fotók. Jó? Ez lényegtelen, hogy ugye mi lett az eredménye a Magyar Kereső Expedíció, majd leírom a cikkbe. Jó, ez most tényleg már nem... Na, ami lényeges ebbe, az ez. Úgy találtuk, hogy 11 napig kerestünk, 200 kilométert mentünk, 3-4 fő volt átlag, ez 4 darab meteoritot jelent, azaz kb. 50 kilométerenként találunk egyet. A franciánál ez 60 kilométer volt. Tehát azért nem kell rögtön kardunkba dőlni, hogyha az első napon nem találunk egy órán belül, mert fogunk találni, csak járni kell érte. Mert ez ilyen sport. Jó. Ja, nagyon fontos kérdés. Biztos meg fogjátok kérdezni, ezért megelőzöm. Kié a meteorit? Kié a megtalált meteorit? Ez minden országban máshogy van. A németeknél úgy indult a sztori, amikor kiértünk, hogy gyerekek, nem kell vele foglalkozni. Úgy van itt a szabály Németországban, hogy 50% a terület tulajdonosai, 50% a megtalálói. Ezt ilyen helyi, ilyen kocsmai főokosok, na ez tuti így van, mondták. Aztán kicsit jobban belenéztek keresők és németek az ügybe, és Németországban jelen pillanatban az ottani jogászok szerint az a helyzet, hogy a megtalálói a meteorit. Ugyanis ott úgy van, semmilyen jogszabály nem vonatkozik rá, azért nem a tulajdonosi, mert soha nem tartozott a földjéhez. Honnan jött? A Föld, ki volt a tulajdonosa ennek, és honnan jött? A fő aszteroida övből jött. Annak ki a tulajdonosa? Nincs rá se ENSZ, se egyéb világűrjogi sztori, tehát aki megtalálja.
olyan példát hoztak fel, megy egy repülő, és kiesik belőle egy arany Napóleon a földre. Kié? Hát nem a gazdáé. Kié? A tulajé. De az elment. Azt sose találjuk meg. Ezért a megtalálói. Úgyhogy ez egy érdekes. Itt a Németország, Magyarországon sem másabb lehet a helyzet. Itt egy kicsit bonyolítja az 1711-es földben lévő kincseknek a védelméről szóló törvény, de itt is valószínűleg az lehet, hogy akinek a földjén találja. Jó? Jó, menjünk tovább. Ez sem érdekes, ez nem olvasom föl. És akkor még nagyon zárásképpen, hogy mi ez az aubrit? Hát az aubrit, ugye az már az elején letárgyaltuk, ez egy akondrit meteorit, teljesen áttolvadt égitestből származik, a teljes meteorit osztályozás itt található, és ott van az aubrit. Különálló életet élt. Jó, ez már szakma, az lényegtelen. Hogy mi van benne? Ugye van benne, mint említettem, enstatit, mindenképpen vasni kell szemcsék, kamacit és ténit formájában, magasabb és alacsonyabb, nikkeltartalommal, vasoxid nincs benne. Az egész mindenképpen egy magmás képződést feltételez. Olyan lehetett, hogy oda írom is, hogy ezt figyeljétek, ezt a mondatot, mert ez full csalás. Az aubrit szülői égitestje korábban egy F-konditos összetételű aszteroidával ütközhetett, és úgy keverhetett össze. A probléma az az, hogy F-konditos, az F-konditok még nincsenek felfedezve. Tudjuk, hogy vannak, de még nincs. A G-bán van, G-kondrit már van, ez egy kőmeteorit fajta. F-kondrit még nincs, de tudjuk, hogy ezzel ütközött. Azt is tudjuk, hogy olyan, mint amikor a Mendelejev csinálta a periódusos rendszert, hogy itt voltak a hiányok, tudtuk, hogy ott van valami, csak nem tudtuk, hogy mi az. Hasonló itt is ez a metalitikában ez a sztori, úgyhogy ezt majd felfedezzük egyszer. Jó, ami nagyon érdekes, hogy 365 nanométeres UV lámpával megvilágítva UV aktivizás a metalit. Tehát ilyen szép sárgás, pirosos izék vannak benne, úgyhogy ez érdekes. Ami még fontos, hogy a kozmikus kitettségi idejük, az millió év, tehát ilyen 50-60 millió év, ami sok egyébként. Tehát az, amikor ütközött kint az aszteroid évbe, és a földi lehullás között eltelt idő, az 50-60 millió átlag. Ez sok, mert a konditos meteoritoknál ez 1-2 millió. Ez sok. Biztos oka van. Aztán ami még érdekes, hogy a vékony csiszolatukat megnézve, mikroszkópos vékony csiszolatukat megnézve, nagyon breccsásak, kivéve egyet, a Shallowwater meteoritot, annak külön sztoria van, hogy miért. Ide az van írva a végén, hogy az Eger és ez a Nisa, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, kisbolygó, tartják a forrás égitestnek elszínkép típusú aszteroidát mindenképpen, de egy új tanulmány szerint fölmerül, hogy maga a Merkur lehet. Ugyanis a Merkurról azt tartják, hogy ott egy komoly ütközés volt egyébként, és annak szétszorultak az anyagai. És könnyen lehet, hogy ezek megálltak az aszteroid övbe. És lehet, hogy fölvetődik keményen a merkúri eredet is. Ezt majd fogják vizsgálni. A szemtanús hullású aubritokat tekintve 12 darab van. 1836-ban hullott Franciaországban az Aubre meteorit, Aubres, innen nevezték el aubritoknak egyébként, ez volt a névadó. És ugye az utolsó pedig ugye a Ribek. Amiről beszéltünk, a Ribek hivatalos lett február 16-án a meteoritikai bulletinben, a közlönyben, itt látható, illetve nem látható a látható, de nem olvasható a rekordja. Jó, és találtak benne egy olyan ásványt, ami nincs a Földön, ezt brezinaidnak nevezték el. Jó, ez hogy kellett lenni lényegtelen. Itt pedig ugye várom a kérdéseket, hogyha lesznek. És nézzétek meg a kiállítást. A tapsot köszönöm, de elfelejtettem mondani, hogy ennyi vastagságban írom a köszönetnyilvánítást, hogy kinek köszönjük ezt meg. Kinek kell megköszönni? Sárnecki Krisztiánnak. Ő volt a felfedező. Különben mehettünk volna, semmit nem találunk. Tehát mindenképpen ő volt az első, aki köszönet illet, tehát a taps neki is kell, hogy szóljon. És kell szóljon azoknak a pályaszámító csillagászoknak, akik lehetővé tették, hogy hova menjünk, illetve azoknak, akik megtalálták, meg azoknak, akik segítették az expedíciót. Úgyhogy nevükben is köszönöm a tapsot. Na.